Köszöntöm nézőinket, Linkréka Anna vagyok. Önök Telenne magazinunkat látják. Mutatom, mivel készültünk. Tolnán veszélyes fák kerültek kivágásra. Többségük pótlása már megtörtént. Állatorvosi tanácsok. A hideg időjárás hatásai az állatokra. Tanítványai 68 érmet szereztek különböző világversenyeken. Bemutatjuk Barina Józsefet, a tolnaiak kajakkenus mesteredzőjét. Nehéz helyzetben az autós iskolák. Szeptembertől fizeti a kormány a diákok jogosítvány szerzését. Tolna városában veszélyes fák kerültek kivágásra. Nagy a felelőssége ebben a település önkormányzatának, hiszen a személyi és a vagyoni elemek sérülését előzik meg ezzel a munkával. A tolnai Dunaparton lévő Altaripa Szabadidő Parkban kérdeztük Lein Antalt a kivágott fákról, illetve a még meglévő állomány állapotáról. A kertészmérnök feladata többek között a fák állapotának felmérése, a város közterületein, illetve a telepítések terveit elkészíteni. Egy túlkoros nyárfa utóéletét és a miértjét kell megmagyarázni jelen pillanatban. Ez a fa elérte a vágáskorát már 10 évvel ezelőtt. 2021-ben készült róla egy szakvélemény, hogy ki kell vágni, mivel a faágak korhadnak, és tőrothadás is meglátszott a egyeden. Tovább nem tudtunk vele várni, a kivágása most történt meg múlt héten. Egy egészséges nyárfa úgy 25 éves korára vágás érett. Az utóbbi kivágott fa esetében egy körülbelül 50 éves beteg példányról beszélünk, mely belseje korhat volt, ami a felvételeken is jól látható. Ez itt található filagóriának a tetejére már több alkalommal szakadt rá ág, és jelen pillanatban olyan beteg volt a fa, hogy veszélyeztette volna az itt játszó gyerekeknek az életét is. A parkban kivágott fák javarésze pótolva lett, a múlt héten kivágott fa helyére egy mecsek típusú gömbkör is került tavasszal. A hivatal fontosnak tartja, hogy a tolnai polgárok szép környezetben tudjanak időt tölteni a vízparton kialakított ligetben. Sajnos a lakosok által elkövetett vandalizmus is jelen van, ami után szintén Klein Antal és kollégáinak a feladata a karbantartás, illetve a károk helyreállítása. Beszélgetésünk alatt a parkban rámutatott egy fasorra, mely sorsa szintén a kivágás lesz. Villamos távvezeték miatt az EON évenként csonkol, ahogy nőnek a fák, úgy vágják ki a biztonsági méreteknek a megtartása véget. Ezért ezek a fák is már külpontosak, egy nagyobb viharba ki fognak dőlni. Előbb-utóbb ezeket is ki kell vágjuk. A szakember elmondta azt is, hogy nem csak előre tervezhető feladatokat oldanak meg, hanem néha hirtelen történő helyzetekkel kell, hogy szembenézzenek és kezeljenek. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a téli időjárás már enyhébb, mint évtizedekkel ezelőtt. Ez hatással van a házi állataink szervezetére is. A tenyésztéseknek köszönhetően például a kutyák genetikája hordozza a mai napig az ellenálló és alkalmazkodási képességüket. A tolnai állatorvos dr. Kovács Géza elmondta, az állatok anatómiája más, mint az emberi. A szőrréteg megóvja őket az időjárási hatásoktól. A szőrzetnek egy nagyon egyszerű és fontos feladata van a téli időszakban. Ilyenképpen elválasztja a hideg időt a test melegétől. Tehát egy köztes barriert képez, ami megvédi az állatot, azt mondom, minden hideg, a hidegnek az úgynevezett káros hatásaitól. Na most a hideg mind jelenség, mind hőmérséklet. A szakmai véleményem szerint nem káros, ugyanis az egy úgynevezett eustressz. Ez azt jelenti, hogy a szervezetre hatva az immunrendszert készteti még nagyobb védelemre, ugye alkalmazkodásra a megváltozott körülmények között. Mert nyáron a nagy hőség az sokkal nagyobb teher, tehát egy 40 fok egy kutya, egy cica életében sokkal nagyobb teher, mint a mostani 1-2 fok. Ugyanis szintén egy tévhitet szeretnék eloszlatni, a kutyának az optimális hőmérséklet az nem 26 fok, ami a mi lakásunkban van, hanem 15. A szakember szerint, ha a hőmérséklet ingadozása eltér az átlagostól, akkor az életfunkciók arra koncentrálnak, hogy életben tartsák a szervezetet. A kutyának
a 26 fok az nem jó. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy jó, ez nem jó, és ebből jelent meg egy olyan köznyelvben már, hogy elkezdett honosodni, a humanizáljuk az állatokat. Ez nagyon nagy baj. Kutyáknak is, tehát az állatainknak is, és saját magunknak is. Ugyanis ezzel mi azt tesszük az állattal, tehát mi az állatokat emberi tulajdonsággal, vagy emberi komfort tulajdonságokkal próbáljuk felvértezni, mert azt hívjuk, hogy az állat is ember. De az állat az egészen más helyről jött, ugye ő sokkal régebben él ezen a földön, mint mi, és ezért a két dolog még nem ért össze, és remélem, hogy nem is fog sosem összeérni. Tehát mi maradunk emberek emberi kapcsolattal, és az állatokkal maradunk, mint ember-állat kapcsolat, ami a régmúltban még működött, és mindkettő félnek előnyös volt. Ez most olyanra változott, hogy az állatokat hideg, tehát megjön a tél, ami már beszélgettünk, hogy ez már nem is tél, felöltöztetjük az állatainkat. Tehát a kutyákra ruhát adunk, sőt, nem csak egy ruhát, hanem bontásruhát kapucnival. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye már mi beavatkozunk a természetnek a szabályaiba azzal, hogy a szőr, meg a természet, tehát az Isten, vagy a természet, vagy az evolúció által adott alkalmazkodási formákat mi megszakítjuk egy ilyen nagyon szép, trendi, divatos színű, akár terepszínű, akár ráérjük, hogy K9, a nagy őrzővédő munkakutya, és így ezt összezavarjuk a kutyának az élettani folyamatait, tehát a fiziológiát, tehát a hőháztartást. Ugyanis minden szervezetben megvan az úgynevezett homeosztázis, ami azt jelenti, hogy a külső ingerekre, tehát hideg, meleg, stressz, a szervezet a kellőképpen ad választ. Tehát a hidegre az állat remeg, az nem azt jelenti, hogy fázik, hanem azt jelenti, hogy a hő megtartása érdekében ő az izom összehúzódással hőt termel magának, és a 38,5 fokot, ami az embernél ugye másfél fokkal magasabb testhőmérsékletet, ő ezzel a úgymond szokásával, a remegéssel ő szintet tudja tartani, tehát marad az egyensúly. Ugye mindenben az egyensúly a fontos. Ha az egyensúly felborul, akkor olyan a betegség. Tehát említettünk már, hogy a kutya, a macska, az nem tud felfázni, mert egyszerűen az élettani működéséből ez lehetetlen. Az ember fel tud fázni. Tehát a kutyát jobb, hogyha nem öltöztetjük fel, viszont arra figyelnünk kell, hogyha mégis olyan környezetben tartjuk, hogy 26 fok van bent, ami az embernek, azt mondom, hogy egy komfort hőmérséklet, hogyha mi kivisszük a mínusz 10 fokba, na itt lehetnek problémák, ugye mindig a két végletek közt az átmenet fokozatosan legyen. Tehát egy picit kivisszük a garázsba, hogy a kutya is, tehát az állat, fölvegye azt a változást, ami a hőmérséklet, a páratartalom, ugye mivel a hideget, a páratartalomnak a mennyisége, a minősége, azt erősíti, ugyanúgy a meleget is. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne öltöztessük fel a kutyáinkat. A rövid szőrőekre maximum egy vékony testruhát adhatunk rá, ami a széltől védi, tehát egy minél a szél, ugye a hőháztartásnak az egyik gyorsan változást hozó ágense, és ebből már az következik, hogy hogyha kinti kutyánk van, akkor az ólat olyan irányba helyezzük, hogy a domináns szél ne tudjon befújni az ólnak az ajtán. Az állatorvos hozzátette, a kutyák számára a legjobb alom, ha szalmát vagy forgácsot helyezzünk a házukba. Most rövid reklám következik, majd hamarosan folytatjuk a Telena magazint. Maradjanak velünk!
autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát, akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szemlési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, aratos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, HD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. 19 évesen már edző volt. Tanítványai 68 alkalommal állhattak fel különböző világversenyeken a dobogóra. A következő percekben bemutatjuk Barina Józsefet, a tolnai kajakkenusok mesteredzőjét. Én itt születtem a Malom utcában, abban az időben a leghíresebb utca volt, mert az összes vízimolnár, a hajósok ebbe az utcába laktak, ami a Dunára néz. Tehát én nem messze voltam a Dunától, igaz, először a horgászat érdekelt, de utána hát kezdődött a kajakozás, először Domboriban. Gabi, mikor kezdődött? 71-ben. Azóta van ez a klub, azóta vagyok én is először, mint versenyző. Úgyhogy versenyzőként én aranyelvényes szintet értem el, első osztályú szintet, és utána már edzősködtem, mert általános iskolát itt végeztem, itt Tolnán két textilgyár működött nagyon jól, én elképzeltem, hogy művezető leszek, az milyen szép lesz, és így kerültem Szegedre a textilipari szakközépiskolába, ott télen már csatlakoztam az edzésekhez, és a Petics József volt az ügyvezető elnök, a híres szukrász Szekszárdon, és ő telefonált nekem, hogy szeptember van, jöjjek haza edzőnek, én vagyok a legidősebb, mert akkor eladja a hajókat. Hát volt egy csomó klubjuk, a természetjáró, pingpong, mindenük volt. És jöjjek haza, hát mondom, én úgyis edző szeretnék lenni, akkor most hagyjuk egy kicsit a textilipart, és akkor haza is jöttem, és hát szeptembertől már én voltam az edző, akkor a Gabi is elkezdett kajakozni, itt ismertem meg a feleségemet, hát hol ismerkedne az ember, ahova jár dolgozni. És ő Szekszárdon érettségizett, és onnantól kezdve, bár ő is edző lett, a legjobb eredménye a Gabinak ifjúsági válogatott volt, tehát ő Szolnokon az OB-n ment, és döntős volt, és későbbi világbajnokokkal versenyzett, a Rakusz Évával, és ilyen sportolókkal. Na de leérettségizett, hát én 19 éves korom óta edző vagyok, hogy így hirtelen belecsöppentem, de ez nem ritkaság, a KSÜ-be is például 17 évesen már mondják, ne hagyd abba a sportot, maradj itt köztünk. És akkor így alakul, és hát nálam is szerencsésen így alakult.
és utána kezdődően hát a Gabival együtt mentünk iskolába, Szekszárdon elvégeztük az egyéves segédedzőit, ami nagyon jó volt, mert nagyon tudtuk a szakrajzot rajzolni, ugye gyakorlatokat. Tehát mentünk tovább, akkor a két éves iskolába edzőképzésre, akkor az akkori szakfelügyelő Magyar Kajakkenu Szövetségnél, a Vajda Vili, egy nagyon jó ember volt, ő rábeszélt, hogy nekünk el kell végezni a TF-et, tanuljunk, és elintézte, hogy hát bekerüljünk, és ha vegyenek föl, és legyünk diplomás edző. És akkor a 4 évig ugye Budapestre jártunk, akkor utána én hazajöttem, ott elhagytam a Gabit egy kicsit, mert ő még 4 évig ott maradt, tesszük, tanár lett a TF-en, tehát ő jó kihúzta magát ott. Én pedig hát tanítottunk az iskolába, a Gabi sokáig, most nyugdíjig, én csak 12 évig, ami szintén sok volt, de én gyógytásnevelő képességet szereztem, képesítést szereztem a PT-en, mert az általános iskolában gyógytásnevelést tudjak tanítani. Mindig volt 5-6 sérült gyermek, akivel foglalkozni kellett, de kellett a végzettség is. A pápának a nyári rezidencián volt az első ifjúsági világbajnokság a síkvízen. Oda ment a magyar csapat, és köztük volt a Nagyvár Tibor az 504-esben, és a másodikak lettek, de 5 percig világbajnokok voltak, mert a Rai Uno TV kiabált, hogy Ungaréze, Ungaréze, ők jól látták a célvonalat, na a szovjet és a román bíróval, hogy Ferdén nézhették, mert az övéiket hozták ki a szovjeteket, hogy ők a világbajnokok. Ide eljöttünk Tolnára, és vadnyugati módon a Gabival elfoglaltuk ezt a területet, ahol vadkender volt, egy kicsi ház volt, egy család lakott, sok gyerekes, meg egy romos hajótároló, meg a düledező öltöző, és akkor itt mi elkezdtünk építkezni, bontani, és majd mondom a segítségeket is, és akkor előtte, ugye az 56 előtt, azt én még nem láttam, csak később, itt volt egy gyönyörű uszoda, 50 méteres OB2-es vízilabda csapat volt Tolnán, és nagyon kicsi volt a Duna, nem volt ilyen széles, mert 8 méteres víz volt, meg 10. És 50 méteres úszoda szépen tornyokkal, stégen bementek, akkor a tolnaiak átmentek, dunai homok volt, tehát keskeny volt a Duna, nagy mélységgel ott feküdtek, és onnan szurkoltak a vízilabdásoknak, és onnan ez az egész néző sereg visszajöttek a ladikokkal, mentek le a vásártérre, a boxmeccs volt, és utána a foci meccs. Tehát nagy vízi élet volt, és ide csöppentünk be, és akkor elkezdtünk építkezni, akkor mellénk állt a két fia, kajakozott a Melki Antinak, a tüzépfőnöknek, akkor az Ezer, János az is segített, mert most lejövünk a lépcsőn, az ő építette, mellette a sárba csúszkáltunk lefelé, akkor az dr. Szilák Mihály volt a tanácselnök, ő is segített abban az időben 50 ezer, nem nagy pénz, de abban az időben az bizony nagy pénz volt. És utána jött a Bíber Laci bácsi, aki lejött ugye az eredmény után, és akkor be lett fejezve, tehát tornatermünk van, öltözők vannak, hajótároló, pihenőszobák, tehát egy komplex vízitelepet sikerült építeni. 68 dobogós helyezés, és hát ez azt jelentette, hogy a tolnaiak beutazták a világot, tehát Európában mi mindenhol voltunk, Angliától kezdve, Portugálba, de mindenhol többször. Tehát azt kiszámoltam, hogy 2,5 milliót vezettem a kisbuszokkal és a kéttengelyes nagyvontával, de ez 15 méter. Úgyhogy én a földet 6-szor sikerült megkerülni ezzel a szerrel, mert nem egy pingpong ütőnk van, hogy fölülünk a vonatra, itt a szereket el kell vinni, más hajóval nem tudunk menni, ezt ki kell vinni ide is, oda is, mindenhova, tehát oda el kellett vinni nekünk mindig, és hát mindig az edző vezeti, hát én voltam a válogatottnál is az edző, és akkor hát az húzza. Akkor sokszor vittük a tolnaiakat, az ifiket hadd gyakoroljanak, engedélyt kértem a szövitől, hát persze ők már be voltak gyakorolva. Tehát nem véletlenül Bartadia is kétszeres világbajnok lett, a tolnai kislánya. A nővére is VB második, meg EB-n mindenhol szerepeltünk. Tehát így a tolnaiak eljutottak. Buchmüller Judit, ifi lány volt Ausztráliában, második lett, most építészmérnök, tehát Szakály Viktora az Erőműben mérnök, a Jámbor és a Zinger Nikoletta Szekszárdon csináltak klubot, és nagyon jól megy, hát nagyon örülünk. Egy napunkat, ha elmondjuk nyáron, hogy reggel 6-kor itt kell lenni edzésen, de 7:30-ra hozzák a szülők az újoncokat, mert onnan szeretnénk meríteni majd, hogy legyen kajakos, ismerjék meg a sportágat, kenuzzanak, egész nap fürdenek, mint a kacsák, délben finom ebéd van, ez megy 4-ig. 4-kor elengedjük őket, jönnek a szülők, de jönnek a kajakosok. 4-től 6-ig edzenek. És akkor nem beszéltem ugye a karbantartásról, mert itt kijön be füvet nyírni, hát senki.
Itt az edzőnek a kilincsét, a vécét, mindent rendbe tartani, mire háromra jönnek a gyerekek, ne vegyenek észre semmit, csak át kell öltözni, edzeni kell, tehát minden rendben van. Az indiai sportminisztérium alkalmazottai voltunk. Ott 8 hónapos edzések vannak, utána kapnak egy hónap szabadságot, és katonák és rendőr. És hogyha valaki ottan mondaná, hogy hát ő nem akar, meg nem, akkor ott mindjárt a főtörzsőrmester megírja, hogy akkor a pakisztáni határa vagy a kínaira megy föl, ahol kicsit vissza is lőnek, meg hát elviszi őket a lavina. Na hát ilyen bajunk nem volt. Először próbálkoztak, én még angolul nem tudtam, de sorakozó volt, 50 gyerek, ott volt a 2 méteres keralai főedző, aki helyember, és akkor Gabi fordított, és mondta, hogy ez beteg, minden másik beteg volt. Akkor mondtam a Gabinak, mondja meg, hogy nem a kórházba jöttem edzőnek, hanem a válogatott mellé. És hogy kinek fáj a válla, nagyon fáj. Akkor ide félreállsz, futóedzés. Akinek a lába fájt, az 2 óra kondiben, gyönyörű kondi volt mindennel. És akkor szépen ezt megcsinálták, másnap megkérdezi megint az indi edző, hogy ki beteg. Hát senki. Azt mondta, ő neki ez nem jutott eszébe, hogy a fehér ember kell ide. Hát mondom, ez a katonai gyógyszer, army medicine. Tehát gyógyultan távoztak másnak, és soha többet nem lettek betegek. Egy fiunk van, és van egy fiúnokánk, ő is kajakozik véletlenül. Őnek is mondtuk. De volt, hogy fönt mértünk időt, mert ott mélyebb víz van. És nézzük, hogy ki jön itt föl. És akkor az a fiunk volt, a Balázs Levonszúta egyedül ezt a nehéz kajakot, mert 11 kiló, vagy 12, és a part mellett jött föl, nézve a békákat, a madarakat, tehát ott szépen bóklászott, és oda jött hozzánk, hogy ő most megjött. Úgyhogy így kezdődött, hát a Marci az unokánk szintén, úgyhogy tavaly a Marci egyesben már magyar bajnok volt, Győrben, tehát 5000 méter Mosodin-Dunán felét föl, felét vissza, és hát lefele még jött az ellenfelekkel, és akkor egyszer megunta, és azt mondja, hogy eljön, hogy nehogy itt löködjék. És akkor mindig nézett hátra, hogy ezek miért nem jönnek? Hát nem jönnek. Hát nem jönnek, mert nem bírta. Hát mikor megnéztük, a Gabi nézte meg épp az unokánkat, hogy Marci, menj föl, és húzockodjál. De volt 10 éves. És fél perc alatt 24-et húzockodott. Tehát ilyet a többiek 4 év eltelik, aztán leesik, nem tud fölhúzockodni. Járok kezelésre, de a legutóbbi vizsgálat kimutatta, hogy drasztikus javulás. Tehát ezt bízunk benne. Nem egyszerű, mert Kaposvárra járunk, a Gabi mindig eljön velem, és hogy drasztikus javulás lát a doktornő. Hát mi nem nézzük a CT-t, meg nem kezeljük latinul rá, hogy jó, fölidegesítsük magunkat. Azért van a doktornő, ez ő, aztán ő majd, ő kezel bennünk, vagy engem, és majd megmondja, hogy mi legyen, és hogy legyen. Az jellemző ránk, hogy hát kemény, mert az army medicine-t azt tudjuk, de nem kiabálok, tehát nagyon kiabálni nem hallottak. Én nem hiszem, hogy itt üvöltözve, vagy nagyon sok egyszerű ordít, meg átmegyek rajta, tehát ilyet nem semmi. Tehát őnek is meg kell érteni, hát ha keményen kell dolgozni, akkor lehet valami. Hogyha betesszük a zsákba munkát, akkor ki lehet venni az eredményt. Ha nem tesszük ki, jön a verseny, akkor ott lehet sírni, meg dobálni a lapátot, ott már késő, hát előtte kellett volna. Tervek alapján hamarosan fizeti a kormány a diákok jogosítvány szerzését, a részleteken azonban még dolgoznak. Egy autós iskola tulajdonosától megtudtuk, hogy jelentős létszámcsökkenés következett be a rendeletnek köszönhetően,
azonban a részletszabályok egyelőre ködösek. A 2024-2025-ös tanévtől válhat ingyenessé a középiskolások és szakképző intézményekben tanulók számára a B-kategóriás jogosítvány megszerzése. A nappali tagozatban tanuló diákokra 20 éves korig biztosítja a kormány az elméleti tanfolyamdíját és a B-kategóriás tanfolyamnak a 29 óráját. Ez jelenleg azt jelenti, hogy az autós iskolákban ez a korosztály teljesen eltűnt. Mindenki várja azt, hogy mikortól fog ez megjelenni, és mi lesz ennek a következménye. A támogatás igénybevételének formája, módja kialakítás alatt áll az érintett tárcák részéről, ami nehéz helyzetet teremt az autós iskolák és a jogosítványra várók között. Ez a 2024-25-ös tanév az azt jelenti, hogy nem biztos szeptembertől, lehet, hogy márciustól, lehet, hogy januártól, ebbe a tanévben nem tudjuk azt, hogy előfinanszírozott lesz, utófinanszírozott lesz, mint az elmélet. Az elméletnél most per pillanatnyilag 25 ezer forintot áll a kormány az elméleti tanfolyamnak a díjából. Az elméleti tanfolyamok 40-45-50 ezer forintos összegben vannak az autós iskoláknál, tehát ebből áll 25-öt. Annyit tudunk, hogy ebből a gyakorlati részből 29 órát fog állni, aztán hogy abból mennyi lesz, milyen összegbe állja, milyen összegbe biztosítja, semmit nem tudunk. Az eddigi szabályok alapján a 20 év alattiak jogosítvány szerzéséhez utólag lehetett 25 ezer forint költségtérítést igényelni az államkincstáron keresztül. Ebben a 2018 nyarán életbe lépett állami támogatási programban a kormány eddig már több mint 4 milliárd forint támogatást adott, mintegy 163 ezer kérelmezőnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!